Köszöntöm nézőinket, Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Gyela Jázmin Grace vagyok. Számos lehetőséggel várják a pályaválasztás előtt álló diákokat a Tolna megyei szakképzési centrum első István szakképző iskolában. Az 5 és 3 éves oktatások során a gyerekek olyan hiány szakmákat is kitanulhatnak, mint például az ács és a kőműves. Továbbá újdonság az intézmény palettáján a gyermek és ifjúsági felügyelő szakma. A Tolna megyei szakképzési centrum első István szakképzőiskolája több szempontból is remek lehetőséget kínál a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok részére. Az iskola a kisebb tanuló létszámmal dolgozó intézmények közé tartozik, ami lehetővé teszi, hogy kiemelt szerepet kapjon az oktatói munka során a kiscsoportos foglalkozás, az egyéni, rugalmas tanulási utak kialakítása. Ugyanakkor a kis létszám a záloga az iskolára jellemző családias légkörnek is. Célunk az elméleti és a gyakorlati tudás tekintetében a jól képzett szakemberek kinevelése, akik megállják a helyüket a munkaerőpiacon, és a választott szakmájukban megtalálják a számításukat. Ehhez elhivatott oktatói gárdával, jól felszerelt tanműhelyekkel, az oktatás segítő egyéb eszközökkel, felszerelt tantermekkel rendelkezünk, és nem utolsó sorban azt is még meg kell említenem, hogy ez az épületegyüttes, ami egykor kúriaként működött, ez egy csodálatos park közepén található. Négy ágazatban várják a pályaválasztó diákok jelentkezését, ezekről a lehetőségekről is beszélt Sárosdi Bernadett intézményvezető. Az 5 éves technikumi képzésünkre építőipari ágazatban magasépítő technikus szakmai kimenettel várjuk az érdeklődőket. Ők az első 2 évben egy alapozó oktatásban vesznek részt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a közismereti tantárgyak mellett az építőipari ágazat alapjait tanulják meg, majd a 10. az ágazati alapvizsgát követően úgymond a finishbe fordulva, 11-12-13. Osztályban a szakmának az elméleti és a gyakorlati képzésével, részével ismerkednek meg a tanulók, és mélyítik a szakmai tudásukat, majd 12. év végén és 13. jelennek meg az érettségik, 12. év végén a közismereti tantárgyakból, matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből tesznek érettségit, 13. év végén viszont nyelvből, angol nyelvből vagy német nyelvből és szakmai tantárgyból tesznek érettségit. Itt a szakmai érettségi az egy emelt szintű érettséginek számít, és ez tulajdonképpen az előszobája a főiskolának a későbbi továbbtanulásnak, tehát a főiskolai vagy az egyetemi évekhez ez nagyon hasznos. 3 éves iskolai képzések is vannak, a diákok az építőipar ágazaton belül kitanulhatják az ács, a köműves és a festőmázoló tapétázó, illetve a hegesztő szakmát is. Új lehetőségként pedig megjelent a gyermek és ifjúsági felügyelő szakma is. Szintén újdonságnak számít az ösztöndíj bevezetése is. A megújult szakképzési rendszer keretében a szakképzést választó gyerekek az első hónaptól kezdve ösztöndíjban részesülnek, melynek az alapösszege technikumi képzés esetén a mindenkori minimálbér 5%-a és szakképzőiskolai képzés esetén a mindenkori minimálbér 10%-a. Aki az ágazati alapvizsgát követően duális képzés keretében vállalkozással kötött munkaszerződéssel folytatja tanulmányait, ők már munkabért kapnak, amelynek a havi összege a mindenkori minimálbér minimum 60%-a. Mivel iskolánk a térség vállalkozásaival rendkívül szoros együttműködésben áll, így a duális képzés feltételei adottak. Az sem mellékes szempont, hogy a szakképzést választó diákok tanulmányai befejeztével egyszeri pályakezdési támogatásra jogosultak, amely a minimálbér 80-180%-ának megfelelő összeg, attól függően, hogy milyen vizsga eredménnyel végzik el a tanulmányaikat. Azoknak a diákoknak is segítséget tudnak nyújtani, akik még nem tudják eldönteni, hogy milyen irányba haladjanak tovább. Őket várják az előkészítő évfolyamba, amely egyéni tanulási utak pedagógiájával, személyes pályaorientációval és életpálya tanácsadással segíti őket, hogy megtalálják a számukra legkedvezőbb utat. Az orientációs évet követően a középfokú oktatás bármely szintjébe belekapcsolódhatnak. Nekik egy orientációs osztályt tudunk indítani, ami már itt nálunk 2 éve
folyamatosan indul. Önálluk aztán 100%-ban jellemző, hogy egyéni tanulási utakat biztosítunk, és személyes pályaorientációval segítjük a későbbi pályaválasztásukat. Azt kell tudni, hogy ebből az osztályból a középfokú oktatás bármely irányába tovább tudnak menni a diákok. Aki szeretné jobban megismerni az iskolát és a képzési kínálatot, az november 9-én a nyílt napon megteheti. A program során nyitott műhelyekkel és tantermekkel várják a szülőket és gyerekeket. Kedvezményekkel indul a magánszemélyek tagdíj megállapítási időszaka a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál. A következő percekben Botos Ferenc, Tolna megyei elnök számol be az újdonságokról. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak kérését figyelembe véve több újdonságot is bevezetett. 2021-ben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara két ütemben állapította meg a tagjai számára a tagdíjat. Első ütemben árbevétel alapján, 2021. május 1. és július 15-e között. Második ütemben az őstermelőknek, illetve az egyéni vállalkozóknak, október 15 és november 15 között. Ebben az évben a bürokrácia csökkentése érdekében több újdonságot vezettek be. Ehhez az ügyfeleink a www.nap.hu oldalon hozzáférnek és láthatják, hogy mik azok az új dolgok, amiket bevezettük. Újdonság többek között, hogy az idei évtől a jövedéki adóhoz hasonlóan a bevallott és megfizetett népegészségügyi termékadó összegével is csökkenthető a tagdíj fizetés alapját képező árbevétel. A másik ilyen, akik 600.000 forintot éves szinten nem érték be bevételbe, ott pedig 2.000 forintos csekk lesz kiküldve az ügyfelek részére. Módosultak a tagdíj kedvezmény igazolások szabályai is, ugyanis azokat a tételeket, amelyek a kedvezmény igénybevételére jogosítanak, az Agrárkamara tagjának könyveléséből, kimutatásaiból egyértelműen meghatározhatók, 300 millió forintot meg nem haladó árbevétel esetén igazolhatja a könyvelő. Ez az értékhatár eddig 50 millió forint volt. Ezek az újdonságok, több ilyen újdonságot is vezettünk be, azonban érdemes meglátogatni a honlapunkat, mert hogy vannak olyan tételek, ami a nagyvállalkozókat érinti, és ezeknek az elolvasását könyvelőknek és adószakértőknek javasoljuk, illetve a vállalkozóknak, hogy közösen nézzék át, mert rengeteg könnyítés és változtatás lett. A Pécsi Tudomány Egyetem szekszárdi karán évek óta folynak a szőlészborász képzések. A hallgatók nappali vagy levelező tagozaton is elsajátíthatják a szakmát. A komplexebb tudás megszerzéséhez pedig jól felszerelt labor is a rendelkezésükre áll. A főiskolai kar jó kapcsolatot ápol a szekszárdi és a tolnai borászatokkal, így a tanulóknak lehetőségük van egészen közelről szakmai gyakorlat keretein belül is megtanulni a borkészítés tudományát. A köztudatban leginkább úgy tudják, hogy a Pécsi Tudomány Egyetem szekszárdi kara kizárólag tanítóképző, holott már évek óta van lehetőség többek között szőlészborász felsőfokú szakképzést, és ugyanezen a szakon BSC, azaz mérnök alapoktatást is választani. A hallgatóknak egy magas színvonalú felszerelt labor is a rendelkezésre áll, ahol a kémiai alapvizsgálatokat sajátíthatják el. Vas Gúl Zsuzsanna adjunktus beszélt a laborban végzett feladatokról. Elsősorban kémiai alapvizsgálatok, refraktométerrel, mustfok, abból cukortartalom táblázat alapján történő kiszámítása, illetve a várható alkoholtartalom megjelenése. A fókuszban inkább a mikrobiológiai laborjaink állnak, itt szőlő héj szerkezeteket, szőlő magokat vizsgálunk felületi szinten, a mikroorganizmusokat próbáljuk beazonosítani, penészgombák, élesztőgombák, illetve baktériumok esetében, és ezek morfológiai tulajdonságait vizsgáljuk tulajdonképpen mikroszkópikus elemzéssel. A laborok fejlesztési folyamatában arra törekedtek, hogy a mostani borászati üzemek működéséhez legyen releváns a képzés. Nagyon sok üzemben automata, analizátor működik, tehát már a titrelési módszerek nyilván csak a titrálható savtartalom, illetve a szabadkénes sav meghatározásában történnek, illetve az, ami a tudományos oldala ennek a képzésnek, hogy a borászati kémia és borászati mikrobiológia vonatkozásában álljanak rendelkezésre olyan sterilező berendezések, illetve mikroszkóp
mikroszkopikus vizsgálatokhoz olyan alapeszközök, amivel dolgozni tudunk, és utána a fertőtlenítést és a sterilizálást is meg tudjuk itt valósítani. Vasgó Zsuzsanna elmondta, hogy jelenleg inkább levelező tagozatot választják a diákok. Az elméleti oktatáson túl lehetőség van a gyakorlatban is elsajátítani a szakma ismereteit. A főiskolai kar számos helyi borászattal áll kapcsolatba, ahol a hallgatók közvetlen közelről láthatják és tanulhatják meg a borkészítést. Ugyanis a képzések fő preferenciája a külső helyszínen történő gyakorlatok, tehát az, hogy itt bent a laborokban történik vizsgálat, illetve a borászati, kémiai és mikrobiológiai tudományok elméleti és laborsíkon megvalósulnak. Azért az üzemekben, a borászati üzemekben történő gyakorlatok a legfontosabbak, és ez közel 3 hónapos összefüggő gyakorlatot jelent. Rendkívül jó kapcsolatban vagyunk a szekszárdi borvidék és a tolnai borvidék működő üzemeivel, borászaival. Ez természetesen a borászati technológia tematikának megfelelő üzemeket jelenti, tehát a gravitációs elven működő borászati üzemtől a hagyományos elven működő üzemekig itt arra fokuszálunk leginkább, hogy a technológiai vonal sokszínűségét tudjuk bemutatni a hallgatóknak. Nagyon fontos a gyakorlati oktatás, hiszen a jövő szakembereinek ismerniük kell a ma használatos innovatív technológiákat, amit csak a borászatoknál sajátíthatnak el, így jutnak majd el ahhoz a fázishoz, ami az érzékszervi értékelésben, a kóstolási technikában teljesedik ki. Rengeteg tartálymintát tudunk kóstolni kint üzemekben is, hiszen hetente járunk ki a szőlőfeldolgozás időszaka alatt szüreti folyamatokat megtekinteni, illetve a borkezelési fázisokat is a hallgatók az összefüggő hosszú gyakorlataik során tapasztalhatják meg. Jó néhány borász jelezte felém azt, hogy szívesen fogadják a hallgatóinkat, és hogy van is lehetőség arra, hogy hosszú távon is számíthatnak a munkájukra, tehát hogy akár alkalmazottként és a ranglétrát végigjárva végig tudják akár a karrierjüket építeni, akár a szekszárdi borvidéken, és én ezt erősítem is a hallgatóinkban, illetve azt is, hogy Erasmusszal sok külföldi országban sok külföldi technológiát tanulhatnak meg, és ezzel a tudással, tapasztalattal visszatérve Magyarországra egy teljesen innovatív technológiával tudnak a borászatok élén már vezetői szerepben is akár megjelenni. Vasgó Zsuzsanna azt is elmondta, hogy kezdetben még az idősebb korosztály választotta másoddiplomaként ezt a szakot. Napjainkban pedig a fiatalabb korosztály az, aki jelentkezik a képzésre, hiszen trend lett a minőségi borfogyasztás. Nagyon sokan a baráti társaságban, vagy akár az üzleti életben szeretnék ezt csiszolni, és ezzel egy picit akár hobbi tevékenységet folytatni, de azért a fő célcsoport, illetve azok a hallgatók, akiknek saját borászatuk van, akik borászati üzemben dolgoznak, inkább ők azok, akik preferálják ezt a képzést. A legtöbb óraszámban a hallgatók a kóstolási technikát tanulják meg. Rengeteg fűszert, illatmintát, erjedő és kézborokat is kóstolnak irányított körülmények között. Ennek az a célja, hogy memorizálni tudják a fajta jellegeket. Ezen felül rosszabb minőségű tételeket is megízlelnek, így lesznek képesek különbséget tenni egészséges és hibás borok között. Több mint 30%-ot emelkedtek az élelmiszer árak az elmúlt pár hónapban. A szakértők azt mondják, a folyamat mögött olyan tényezők állnak, amiket lehetetlen előre megjósolni, a drágulás pedig valószínűleg tovább folytatódik majd. Hát elkóstoljuk ezt, ez sajtos, nem? Ebből majd nem lehet. Hát nem. Az, hogy rászok, szóval kívül semmi. Sokan járnak ebbe a szekszárdi kisboltba a különleges kenyér és liszt örlemények miatt. A tulajdonos azt mondja, alig lehet követni már a termékek árának alakulását. Heti rendszerességgel, sőt, van, hogy hetente több e-mailt is kapok arról, hogy a következő hónaptól még jobban felnyomják az árakat. Tehát mindent azt veszem észre, hogy mindennek az ára
drágulni fog. A liszteket 25%-kal emelték feljebb, ami azért nem kis áremelésnek, gondolom én. Nekem is a beszállítom próbálja lentartani az árakat, és inkább, mert ugye nálam nem csak sima kenyerek vannak, hanem paradicsomos, cheddar, sajtos, hogy próbálja az összetevőket úgy alakítani, hogy az árakat ne nyomják meg. Ezzel így egy kicsit tudunk játszani, és nem az van, hogy a plafont veri a kenyérár. Heti háromszor szállítanak kézműves kenyeret és pékárut ebbe az üzletbe. A tulajdonos azt mondja, ezek iránt nem csökkent a kereslet, de a lisztet már nem viszik annyian, mint néhány hónappal ezelőtt. A Központi Statisztikai Hivatal szeptemberi számításai szerint a fehér búzából készült termék kilója januárban átlagosan 374 forint volt, szeptemberben viszont ez már 399 forintba kerül a boltokban, és közel sincsen vége az áremelkedésnek, hiszen az alapanyaga, a búza is folyamatosan drágul. Vendég Edita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt mondja, kiszámíthatatlan a piac. A búza tonna ára például az elmúlt 2,5 hónapban több mint 30%-ot emelkedett. A kedvezőtlen időjárási körülmények mellett a másik tényező, ami befolyásolta az idei évben a kenyérgabonának az árát, az a nemzetközi piaci helyzet volt. 2020-ban és 2021-ben is azt tapasztaltuk, hogy Kína rendkívül nagy tételeket vásárol búzából az európai piacon. Ezzel keresletet generált, és ennek hatására ugye emelkedtek értelemszerűen a felvásárlási árak. Ennek a folyamatnak köszönhetően a mezőgazdasági termelők le is szerződték az idei évi gabonatermést, mert mindegy 20%-kal jelentett ez az akkori ár többet az előző évekhez képest. Viszont azt ugye előre nem lehetett látni, hogy aratást követően ilyen mértékű lesz az áremelkedés. Ennek a folyamatnak az az eredménye, hogy jelenleg a mezőgazdasági termelők már nem tulajdonosai az idei évi terménynek, hanem a kereskedők, a tulajdonosok, és a jelenlegi 96-100 000 forint per tonna körüli felvásárlási ár, vagy értékesítési ár már nem a mezőgazdasági termelőknél realizálódik. Ezek a magas árak egészen biztos, hogy az élelmiszer, tehát a kenyér árában is meg fognak látszani, de azt viszont prognosztizálni még előre nem tudjuk, hogy hol fog ez egyáltalán megállni, vagy ez már a plafont jelenti a jelenlegi ár, mivel amikor 70 000 forint volt augusztusban, meg amikor 80 000 forint volt szeptemberben az ár, akkor is azt gondoltuk, hogy ennél magasabb már nem lehet. Mindemellett a magasba szöktek az energiaárak és a logisztikai költségek is. Az elmúlt időszakban egy hullámvasút indult el ebben a témában. Számos olyan tényező van, ami emeli az árakat, és egy kicsit úgy tűnik, mintha a kapacitással is probléma lenne. Ez alatt nem tudom, illetve ez mögött nem tudom, hogy az van-e, hogy valaki jelesül, mondjuk Kína számos erőforrást felvásárol, és ezért Európában, vagy a világ más tájain emelkednek az árak, de az energiában minden esetben nagyon határozottan érezzük azt, hogy mind a földgáz, mind pedig a villamos áram vonatkozásában. Ezt a lakosság nem érzi, hiszen nekik ugye a rezsicsökkentés miatt nem kell világpiaci árakat megfizetni, de a vállalkozások ugye a szabad piacon vásárolják az energiát, és tettenetes áremelkedés volt az elmúlt időszakban. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban például 14 forintért tudtunk venni 1 kWh energiát, ez a mostani évben 26 forint, és a jövő évben biztosan nem fog megállni 30 forint alatt. A tavalyi évben, amikor a pandémia éppen tombolt, tavaly tavasszal, hogyha visszaemlékeztek, akkor az üzemanyag ára az való 320 forint környékén volt, most 520 forint egy liter gázolaj. Tehát nyilván ez is eszméletlenül megnyomja a költségeket, és ez mindenki nem megnyomja. Tehát szállítani mindenki szállít, autót mindenki használ, és ezek a tényezők mindenkinek jelentkeznek. Ennek megfelelően nyilván a gyártók, azok emelik az árakat, amivel behozzák hozzánk a termékeinket. Átlagosan bejelentenek 8-10%-os áremelést, ez lehet hentes áru, lehet bármelyik tejtermékgyártó, és ehhez az is hozzákapcsolódik, hogy nyilvánvalóan a mi költségeink is emelkednek, hiszen mi meg kiszállítjuk ezt az árut, illetve természetesen emberekkel dolgozunk, az ő bérük is emelkedik, tudjuk a jövő évi minimálbérterveket, ezek évről évre emelkedő költségek, és bár a járulék csökkenésben egyébként van valamiféle kompenzáció, de összességében, bruttóban ez mégiscsak egy jelentős növekedést hoz.
A szakértők szerint előreláthatólag a tej és hústermékek árai novembertől átlagosan 10-15%-kal nőhetnek majd meg, és ez a folyamat a jövő évben is tartósan megmaradhat. A szakértő azt mondja, ennek ellenére úgy veszik észre, nem csökken a kereslet egyik élelmiszer iránt sem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.